Söprögették a járdát Rakamazon, amikor legutóbb ott járt az RTL híradóstábja, pedig turistáknak nyoma sincs a Teknős Békaháznak nevezett látogatóközpontnál. 2010-ben az akkori fideszes városvezetés 660 millió forint támogatást kapott egy tanösvény kialakítására. Azt ígérték, 78 ezer látogatót fogadnak majd évente. Két évre rá még az állami tévé is tudósított az első szakasz átadójáról. Vinnai Győző kormány megbízott arról beszélt, hogy az egész országban, sőt a határokon túl is híres lesz a tanösvény. Nem lett. Az építkezést nem tudták határidőre befejezni, az elkészült épület pedig megbukott a műszaki ellenőrzésen. Az átadásnál még az áram és a víz sem volt bekötve. A 2014-es önkormányzati választáson a rakamaziak leváltották a fideszes polgármestert, Farkas Ernőt, az új városvezetés pedig feljelentést tett a beruházás miatt. A debreceni járási és nyomozóügyészség most a volt polgármester, a műszaki ellenőr, a kivitelezéssel megbízott alvállalkozó és a fővállalkozó ellen emelt vádat. Az ügyészség szerint az elvégzett munkát annak ellenére papírozták le, hogy majdnem 22 millió forintnyi munkát nem végeztek el. A vádlottak azért nyújtottak be valótlan tartalmú dokumentumokat az állami támogatást folyósító szervhez, hogy elkerüljék a támogatás visszafizetését, illetve a kivitelező cég mentesüljön a kötbérfizetési kötelezettség alól. Beszakadt padló a Teknős Békaházban. A törmelék elbontása után kiderült, hogy medencényi lyuk van az épület alatt. Az épületet állami segítségből és hitelből rakták rendbe. Bő 140 millió forintból lehetett megvalósítani azokat a munkálatokat, amiket egy használatba vétel engedély megszerzéséhez el kellett végezni. A miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, a beruházás második szakaszára nem adnak pénzt, ha az elsőben szabálytalanul költekeztek. Nagyon meg fogja bánni Rakam az önkormányzata, ha szórakozik az Európai Uniós forrásokkal, ezt tudom ennek mondani. Kerestük Farkas Ernőt, de adásunkig nem válaszolt. A volt fideszes polgármester most a megyei közgyűlés tagja, a Terület és Vidékfejlesztési Bizottságban dolgozik. Híradónknak korábban azt válaszolta, hogy utódja politikai támadást indított ellene. Brédli Balázs, RTL Híradó, Budapest.